Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 28-án hétfőn. Érik az alma, hull a szilva is a fáról, az idei gyümölcstermésről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Árvízvédelem, erősítik a töltést a kraszna mentén. Gyümölcshelyzet, jó a hozam, de alacsony a felvásárlási ár. Fejlesztések, utakat építenek és épületeket korszerűsítenek Újfehértón. Megerősítik az árvízvédelmi rendszert a Kraszna folyó mentén. Jelenleg 23 teherautó és 5 dömper dolgozik Vitka, Olcsva és Ópályi térségében. A munkagépek a nagydobosi anyagnyerőből szállítják a földet a töltés megerősítéséhez, amelyet a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság végez egy projekt keretében. Az árvízi biztonság növelése a több mint 20 kilométeres töltésen közel 4 milliárd forintból valósul meg, amely Magosligetnél egy zsilip átépítést is tartalmaz. Ez a szakasz, ahol éppen állunk, a Vásáros Naméhoz közeli, torkolathoz közeli szakasza a töltésfejlesztési munkálatoknak. Körülbelül ugyan 3 kilométerre vagyunk a Vásáros Naméhi közúti hídtól, és maga a jelenleg folyó beruházás az jól illeszkedik abba a felső tiszavidéki fejlesztési programba, amelynek eredményeként megújulnak a meglévő védelmi létesítményeink, igazodva ezzel a megváltozott időjárási feltételekhez. Ez a projekt a Kraszna mentén ér el majd fejlesztéseket, illetve a Batár mentén is, amely az országhatárhoz közel Tiszabes térségében van. Ott történik még árvízvédelmi töltés és zsilipes műtárgy fejlesztések. A Kraszna folyó Romániában, az erdélyi középhegységben, a Meszes-hegység nyugati szélén, 565 méter magasságban ered Kraszna mezőváros közelében, és Magyarországon Vásárosnamény és Kisvarsány között ömlik a Tiszába. Teljes hossza 193 kilométer, vízgyűjtő területe 3142 négyzetkilométer, ennek körülbelül egy negyede található hazánkban. Ebből egy jelentős szakaszon növelik az árvízbiztonságot ezekben a hónapokban. Kocsortól, a jobb parton, a kocsordi közúti hídtól indulva Olcsva közúti hídjáig újul meg a töltés a jobbparti részen, balpart tekintetében pedig onnantól folytatólagosan Vásárosnaményig. Ez hozzávetőlegesen valamivel több mint 21 kilométernyi töltést jelent. Itt műtárgy átépítés nem történik, csak a meglévő töltés kiépítése valósul meg a kívánt szintre és a kívánt keresztszelvényekkel. A Magosligeti térségben ott egy rövidebb szakaszon egy már korábban megépült fejlesztéshez kapcsolódóan 585 folyóméteren fog töltésfejlesztés történni. Ott van egy meglévő zsilipünk is, Magosligeti zsilip, amelynek feladata, hogy a településen keletkező belvizeket szabályozottan vezethesse a Batármedrébe. Az teljes mértékben elbontásra került és egy új műtárgy épül, csak néhány paramétert róla. Biztosítani fogja a kettős elzárást, a jogszabályban megkívántak szerint, kétoldali elzárást, egy méteres belső átmérővel létesül, és egy köbméteres másodpercenkénti vízátbocsátást tesz majd lehetővé. Árvizes időszakokban, amikor zárni szükséges a zsilipet, akkor pedig egy telepíthető szivattyúval, 100 liter per szekundummal lehet majd a települési belvizeket átemelni a Batár oldalára. Mindkét fejlesztés egy fontos alapot jelentett, hogy újra számolt tiszai mértékadó árvíz szintekhez kellett igazodni. Ez kihat itt a Krasznánál is, a krasznai vízjárásra, mivel tapasztalatok szerint akár Ópályi térségéig is visszaduzzaszthat egy komolyabb tiszai árhullám, és ezekkel a beruházásokkal, ezekre a rendkívüli árvíz szintekre felkészülten tudunk majd várakozni. A munkálatok már tavaly ősszel elkezdődtek egy tereprendezéssel. Téli időszakban töltés-megbontási tilalom van érvényben, a szakemberek azonban ez alól is felmentést kaptak, hogy amennyiben az időjárás engedi, minél gyorsabb ütemben haladjon a munka. Az idei év a korábbiakhoz viszonyítva elmondható, hogy csapadékosabbnak minősül. Ehhez kellett igazodni a vállalkozónak is, éppen ezért folyamatosan növelte a gép állományát, mind a szállítójárművek, mind pedig a földmunkagépek tekintetében. Jelenleg a földmunkát 7 kotróval végzik, 4 dózert használnak, és 4 hengerre tömörítik a behordott és szétterített anyagot.
modern eszközöket használnak, az alakító földmunkában használt gépek GPS támogatással tudják a minél pontosabb munkát elvégezni. Szükséges használni, láttuk itt útban idefelé, hogy jelentős a kiporzás. Ez annak is köszönhető, hogy hosszúak a szállítási útvonalak az anyagnyerő helytől, és a nagy járatszám miatt folyamatosan küzdeni kell a kiporzás ellen. Ha végig megyünk a töltésen, láthatjuk, hogy a töltés mellett végig mezőgazdasági kultúrák vannak, napraforgó kukorica, illetve közvetlenül határos az árvízvédelmi töltés a torkolati szakaszon belterületi részekkel. Ezért nagyon fontos, hogy mind a lakosságot, mind pedig a termelőket megóvjuk ettől a portól. Ezért három locsolókocsit használ a kivitelező, folyamatos üzemben dolgoznak, illetve tárcsával, nehéz munkagéppel próbálják megoldani azt a problémát, hogyha egy-egy csapadékosabb periódus után nem megfelelő a behordott anyagnak az állapota, akkor tárcsázással szárítják azt. A már helyszínre szállított földanyag bedolgozását épít az Olcsvai térségben, illetve Ópályi térségében végzik jelenleg. A kitermelt földet különböző szállítójárművekkel juttatják a helyszínre. Jelenleg 23 darab négytengelyes teherautó, amely itt mellettünk elhalad, és ez a típus, ez hordja a földet, és 5 darab nagyméretű dömper áll a kivitelező használatában. Ezt a napokban 32-re fogják emelni a négytengelyes járművek számát, illetve már készülve a későbbi aszfaltozási munkálatokra, mert hogy aszfaltozott koronaburkolat létesül a teljes beruházásra érintett szakaszon, már hordják ide és deponálják az alépítménybe szánt homokos kavicsot, illetve a zúzott köveket. Aszfaltozott koronaburkolat fog létesülni, igazodva a helyszíni adottságokhoz 2,5 vagy pedig 3 méteres koronaszélességgel épül meg. Ez alkalmas lesz arra, hogy a védelmi tevékenység során nekünk biztosítsa a megfelelő gyorsaságot. A helyszínre jutásban ez nagyon fontos, ez az időelőny, esetleg az anyagbehordásban is segítséget nyújthat, hogy nem átázott talajokon kell mondjuk nehéz gépekkel anyagot a helyszínre szállítani, hanem egy aszfaltozott burkolaton tehetjük meg. Ez egy fontos hozadék nekünk árvízi szempontból, másfelől azt is érdemes megemlíteni, hogy ezzel itt a Kraszna ezen szakasza is bekapcsolódik. Itt a felső Tisza vidékén már kiterjedt, aszfaltozott és ezáltal kerékpározható, túrázható töltés szakaszok közé. Bár a kerékpáros turizmust kedvelők nagyon fognak örülni ennek a fejlesztésnek, a beruházás elsődleges célja nem ez volt, hanem az érintett települések árvízi biztonságának növelése. Azt elmondhatjuk, hogy bő 2 évtizede itt a Felső-Tiszán rendkívüli árhullámmal, ami a korábbiakat meghaladó szinten tetőzött volna nem történt, de ha földrajzi tekintetben nézzük országunkat, nem nagy területű országról van szó, és láthatjuk, hogy vagy Észak-Magyarországon, az észak-magyarországi Sajón, Hernádon, Bódván, vagy a Duna mentén, vagy most épp a Rábán, Murán, Dráván, tehát rendszeresen előfordulnak ezek a korábbi árvízszinteket meghaladó árhullámok, és ha úgy veszük, akkor bármikor itt is megtörténhetnek ezek. Mivel közel vagyunk az országhatárhoz, és az ideérkező folyók, Tisza, Szamos, Kraszna, Túr, Zöme nálunk éri el igazándiból síkvidéki formáját, ezért arra lehet számítani, hogy egy-egy rendkívüli csapadék után itt nálunk fognak feltorlódni ezek a vizek, és tartós, magas szinten levonuló árhullámokat okozhatnak. A projekt teljes költsége 3,9 milliárd forint, ebből közel 90 milliót olyan eszközbeszerzésre fordított a Feti vízig, amelyekkel a későbbiekben fenntartható a töltés állapota. A tavalyi aszályos évhez képest idén sokkal kedvező volt az időjárás, amely meglátszik a gyümölcsösök termés hozamain is. Az eddigi eredményekről kérdezem Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, én köszönöm szépen. Ugye az idei év, hála Istennek, sokkal csapadékosabb volt, mint a tavalyi év. Ez a szántóföldi növényekre is jó hatása volt, és gondolom én, hogy a gyümölcsösökre is. Mégis milyen évet zárnak eddig a gyümölcsösökben, hogy látja, milyen terméshozamok voltak?
Ez az évjárat az időjárás oldaláról valóban sokkal jobb, mint a tavalyi, már ami a csapadék viszonyokat illeti. Csapadék és hőmérsékleti viszonyok szempontjából közel optimális az idei év, kivéve az elmúlt pár nap nagyon meleg és kánikulai időjárását. Azonban nem volt semmi sem tökéletes. Már tavasszal, március-április folyamán volt több hullámban nagyon erős éjszakai lehűlés. Ez különösen a kajszi és őszi barackültetvényeket érintette hátrányosan. Egy 70-75%-os fagykár tapasztalható, vagyis egy negyed vagy legfeljebb harmad termés tapasztalható a barackféléknél. De aztán nagyon rossz kötődést eredményezett Megyben, vagy a Dunántúlon és a közép-magyarországi régióban, a szilvában is, és azzal együtt, hogy pont az észak-keleti térségben jó a szilvatermés, az ország nagy részében a szilva is relatíve gyenge volt, és összességében a Megy is mennyiségileg rosszabb évet zárt, mint a tavalyi. Hozzá kell tenni azt, hogy az idei esetenként gyengébb termésben a tavalyihoz viszonyítva nagy szerepet játszik a tavalyi aszályos időjárás. Ugyanis az idei év virágrügy kondícióját, virágrügy berakódottságát, ezáltal a termékenyülő képességet és az idei termés alapját a tavalyi évben képződött virágrügyek képezik, és a tavalyi hőség, illetve aszály után nem volt az csoda, hogy nagyon sok gyümölcsfajnál, rengeteg ültetvényben nagyon-nagyon gyenge a virágrügyek kondíciója. Nálunk a családi ház kertjében is van, azt hiszem, két barackfa, a kettőn két darab ha volt termés, tehát nagyon-nagyon gyenge volt. Ez látszott az árakban is például, ez a tavaszi fagy? A gyenge kínálat az mindig visszaköszön az árakban, azzal együtt, hogy sajnos a fogyasztók már az elmúlt 5 évből megszokhatták azt, hogy kajszi és őszi barackhoz mindig, de legalábbis az évek többségében magas árakon jutnak. Tavaly egy jó termés volt barackfélékből, viszont az azt megelőző 2 évben és az idei évben is 70-80%-os fagykárok voltak, és így magas áron lehet jutni azokhoz a gyümölcsökhöz, amiből hiány van. De akkor, ha már ebben a vármegyében vagyunk, akkor beszéljünk az almáról. Ott nyilván ezt mindenki tudja, két fajtája van az almának, van az étkezési és van az ipari alma. Kezdjük az étkezésével, hogy látja, milyen a termés. Alapvetően úgy összességében almában sokkal jobb termést látunk, mint tavaly. Onnan kell indulni, hogy a 25 évvel ezelőtti 42 ezer hektár almaültetvény helyett most már bő 20 ezer hektár van, tehát az almaültetvényeknek több mint a fele elfogyott az elmúlt negyed évszázadban. A jelenlegi termés potenciálunk 20 ezer hektár ültetvény mellett a 600 ezer tonna magasságában van, tehát ennyi termés szüretelhetünk, ha minden rendben van, holott ez még 20 évvel ezelőtt 1 millió tonnához közelített. Most egy ilyen 500-550 ezer tonna közötti termést látunk, ami ráadásul a tavalyi termésnek közel a duplája. Tehát mennyiségileg összességében jól állunk. Úgy tűnik viszont, hogy étkezési alma frontján vannak nagy kérdőjelek. A belföldi étkezési alma piac egy olyan 110-120 ezer tonnára becsülhető. Jelen pillanatban a 90 és a 120 ezer tonna között mindenhol lehet a szüretelt hazai étkezési alma mennyisége. A 90 ezer tonna az már túl kevés, az azt fogja jelenteni, hogy hiány lesz hazai almából a magyar piacon, és valamikor jövő április-májusban el fog fogyni a tárolókból a magyar készlet. Ha netán meg lesz a 120 ezer tonna, akkor minden rendben, akkor a belföldi piacokat 12 hónapon keresztül el tudjuk látni. De nem látunk pontosan, hogy a 90 és a 120 ezer tonna között hol fog megállni az étkezési alma mennyisége, márpedig ez egy ilyen kicsi piacot nagyon jelentősen befolyásolni tud, ez a plusz-minusz 15 ezer tonna. Viszont az árakban ez a bizonytalanság még nem feltétlenül fog visszaköszönni, mert európai szinten összességében jó termést látunk, az ár meghatározók a lengyelek, illetve nagy hatással lesz az az árakra, hogy a legnagyobb vevők, az áruházláncok, akik az étkezési alma 60-70%-át forgalmazzák, hallani sem akarnak áremelésről, és ugye a kormányzati törekvések is azok, hogy az inflációt, a fogyasztói árak növekedését azt le kell törni. Nyilvánvalóan egy szakmaközi szervezet óvatosan szokott becsülni árakat, de körülbelül milyen áron lesz az étkezési alma átvételi ára, tehát a termelők mennyit tudják el értékesíteni? Ha arról beszélünk, hogy mennyi kellene legyen az étkezési alma ára, hogy gazdaságosan tudjunk termelni, még jó hozamok mellett is, akkor azt mondanám, hogy 150-160 forintos első osztályú étkezési alma ár kellene ahhoz,
hogy tudjunk gazdaságosan termelni, és ez alapvetően a kerti ár. Tehát a tartályládába leszedett, betakarított első osztályú alma, tárolási, válogatási, csomagolási költségek nélkül ott a kertkapuban. Ehhez képest a tavalyi átlagár valahol a 110-120 forint magasságában mozgott, és azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy a 150-160 forintos ár lenne a jó, a 120-140 forintos termelői nettó árintervallumnál magasabbnak nincs sok realitása, azért, mert szervezetlenek vagyunk, mert nem tudunk összefogás mellett együttműködve értékesíteni. Az a 30-40 forint, ami hiányzik, és valószínűleg idén is hiányozni fog a 150-160 forintos árakhoz, az ott van a szervezettségben és az együttműködésben, csak sajnos ennek lehetőségeivel nem érünk. A fogyasztói árakban azt gondolom, hogy nagyon nagy változás nem lesz az előző évhez képest, mert kb. Annyi alma van, vagy annyival van kevesebb, amennyivel a kereslet is visszaesett egyébként. Tehát fogyasztói árakban nagy mozgást nem látok, termelő árakban a tavalyi, vagy talán reményeink szerint egy kicsivel a fölött. Igen, milyenkor az ember azért elkezd azon gondolkodni, hogy ha 150 forintot adnának a termelőknek, már a termelő örülne, és ehhez képest ennek a triplája körülbelül, tehát 4-500 forint, és akkor már akciós az alma a boltban, hogy akkor ez a kettő közti különbség, ez akkor mire van vajon? Ugye ez a szervezetlenség hiánya, tehát hogyha esetleg egyszerre lépnének föl, akkor jobban lehetne kényszeríteni mondjuk a boltokat abba, hogy magasabb áron megyék át? Alapvetően igen, de ha veszünk alapul egy 500 forintos fogyasztói árat, az ugye egy bruttó fogyasztói ár, aminek van 21,26% áfa tartalma, tehát egy 500 forintos almából durván 110 forint csak az áfa. Erre szoktam mondani, hogy senkinek nincs akkora haszna egy kiló almán, mint a magyar államnak. Marad 390 forint nettóban, ebből minimum 150 forintot elvisznek a úgynevezett post-harvest költségek, tehát minden olyan költség, ami a betakarítás után jön, a tárolás, a válogatás, a csomagolás, a szállítás, logisztika, útdíj és a többi költségek, és akkor ami marad, azon osztozkodik minden termékpálya szereplő, ezért van az, hogy kisebb árakat tudunk kihasítani. Minden szereplő, aki fölöttünk van a láncban, az áruházláncok, adott esetben a kereskedők jobb alkupozícióval bírnak, mint a termelők, ilyen szétaprózott értékesítés mellett, és az a plusz 30-40 forint, én azt gondolom, meg lenne, hogyha úgy történne Magyarországon is az étkezési alma értékesítés, mint mondjuk Dél-Tirolban, Észak-Olaszországban, ahol 1 millió tonna étkezési almát 2 tész forgalmaz. Nálunk 100 000 tonnát 8-9 tész, meg még 5-6 másik áruházlánci beszállító, és ők egymással is versenyeznek az áruházlánci beszállításokért, és leverik folyamatosan az árakat, az az eredménye a versenynek. Ez nyilván a fogyasztónak jó, vagy az áruházláncoknak, a termelőknek nem jó. Még annyit a étkezési almákkal kapcsolatban, ugye gyakran szokott lenni, vagy régebben talán sűrűbben volt ez a szedd magad akció, ez életképes lehet? Tehát aki odafigyel erre, meg jó helyen lakik, akkor jóval olcsóban tud hozzájutni jó almához. A szedd magad az egy nagyon jó kompromisszumos megoldás lehet a termelő és a fogyasztó érdekeit megközölve. Egyre népszerűbb, úgy látjuk, főleg nagyobb városok környékén, de ez a magyar étkezési alma fogyasztásból vagy forgalmazásból megoldhat talán 5%-ot, vagy ha minden jól megy, akkor 10%-et. De attól még a 60-70% az áruházlánc marad, egy 20-25% pedig a sarki zöldség, gyümölcsboltok, helyi kispiacok és a többi. Én azt gondolom, hogy ezekben a súlyokban hatalmas változás nem lesz. A alma döntő többségét áruházláncok polcain tudjuk eladni, ahhoz pedig nagy tételben, nagy árualappal, egységes homogén minőségben, szervezett árualapokkal kell megjelenni. Ennek az alapja viszont az, hogy öntözött, fagyvédett, jégvédett ültetvényeken termeljünk, mert ha nincs időjárási hatások elleni védelem, akkor bizonytalan a termés, ha bizonytalan a termés, akkor nincs biztos beszállítási pozíció, és ma egy ilyen ültetvény hektáronkénti beruházási költsége 20-25 millió forint. Ezért van az, hogy olcsón nem tudunk ilyen klimatikus adottságok mellett almát termelni. Beszéljünk az ipari almáról. 2 hete Rácz Imre megyei agrárkamarai elnök volt a vendégünk, és többek között azt mondta, hogy nagyon mérges, mert hogy nem sikerül a feldolgozókat rávenni arra, hogy emeljék meg az ipari alma felvásárlási árakat, pedig most van, jó termés van, hosszú távon lehetne a termelőkkel szerződni, és óriási a kereslet az alma lé iránt. Ön hogy látja? Mi kell ahhoz, hogy a feldolgozók esetlegesen több pénzt adjanak?
Nekünk sincs jó kedvünk, ami a jelenleg látható ipari álmárakat illeti. 38-40 forint a jelenlegi nyitóár, hozzátéve, hogy egyetlen léüzem jött ki a négy közül árakkal, a többiek valószínűleg hét második felében jelennek meg majd az árakkal szeptember 1-i indulást feltételezve. A piaci viszonyokból kiindulva azt lehet mondani, hogy a piac 11-13 centes léalma árat elbírna. Ha ezt megközöljük és vesszük a közepét, 12 centet, az jelenlegi árfolyamon is egy ilyen 46 forintos árnak felel meg. Tehát azt gondoljuk, hogy ez piaci szempontból mindenképpen elbírható, elviselhető a piacon. Sőt, ha abban gondolkodunk, hogy a léüzemek egy hosszú távú ipari almaprogramot szeretnék a termelői bizalmat, kedvet visszaállítani, akkor ez mége felett is meg kellene érjen plusz 1-2 centes, tehát plusz 4-8 forintos árat, és valóban 45-50 forintos sávban mindenképp ki lehetne kötni, hogyha a rövid és a hosszú távú lehetőségeket és érdekeket figyelembe vesszük. Ahhoz képest ez a 38-40 forint egyértelműen csalódás, és ha ez marad, vagy csak 1-2 forintot emelkednek az árak, az hosszú távon semmi jóra nem fog vezetni, ez bizonyos. És ugye az is gond lehet, hogy akkor nyilván a vármegyében lévő termelők nem fognak termelni. És akkor mi lesz? A termelői kedvet alapvetően az árak határozzák meg leginkább. Látni kell azt, hogy ha valaki jó színvonalon is termel ipari almát, ugyanis az ipari almát is lehet nagyon jól csinálni. Az egyik legnagyobb gondunk egyébként az itt a Vármegyében is, hogy az ipari almatermelés és az alacsony színvonalú, vagy helyenként már igénytelen almatermelés szinonim fogalommá vált egymással, pedig nem az. Az ipari almát is lehet a maga nevében profin csinálni. Tehát az nem a rossz minőségű étkezési alma. Az étkezésének a kiesője, az ipari alma, ami apró marad, vagy varas sorással fertőzött, vagy más minőségi gondja van, az kieső ipari. Nyugat-Európában és Dél-Európában, a legnagyobb almatermesztő országokban csak és kizárólag ez ad ipari hányadot. Ott nincs ipari almatermesztés, ott csak étkezési almatermesztés van, és az ipari alma az az étkezésének a mellékterméke, a kiesője. Nálunk viszont van ipari almatermelés, mert rengeteg az idősültetvény, ahol már korából fakadóan nem lehet más minőséget, csak iparit. Rengeteg az ipari célültetvény, vagy az alacsony színvonalon művelt ültetvény, ahol nem lehet étkezési minőséget kihozni. De ha valaki jól csinálja, akkor sem tud 40-45 forintos önköltség alatt léalmát termelni. Az ára pedig az elmúlt 4-5 év vonatkozásában semmit nem változott a léalmának, az elmúlt 4 vagy 5 éves átlagár is ez a 40 forint körüli ár, holott a termelési költségek az elmúlt 2 évben 40-50%-kal, az elmúlt 5 évben pedig 70-80%-kal növekedtek. Ez rombolja a termelői kedvet, hogy drasztikusan emelkedő költségek mellett ugyanolyan árakon kell értékesítsenek, lehetetlen. Ha így marad az ár, akkor 3 év múlva a jelenlegi ipari almatermés negyede, harmada marad meg, és 4 lőüzem közül 2 vagy 3 ki kell költözzön az országból, mert nem lesz alapanyaga. De hogy lehet őket rávenni arra, hogy ezt ismerik fel, ezt a számomra teljesen egyértelmű gondolatmenetet? Mit lehet csinálni? Kinek van itt dolga? A kormányzatnak, vagy a szakmának van, vagy esetleg lehetne találni olyan befektetőt, aki mondjuk képes lenne akár egy új hálózatot felépíteni, azok helyett, akik most nem képesek megfelelő összeget fizetni? Én azt gondolom, hogy ezt az összefüggést a léüzemek felismerték. Fél éve elkezdtünk velük egy ipari alma programon dolgozni, csirájában van az egész, és mindenki látja azt, hogy az árólap az folyamatosan fogyatkozik. Az elmúlt 4 évből 3-szor mindössze a kapacitásaik felére volt elegendő ipari alma, és mindenki látja azt, hogy öregednek az ültetvények, nagyon-nagyon romlik a termelői kedv, ez mind abba az irányba vezet, teljesen egyértelműen átlátható módon, hogyha idén, amikor végre először jó termésünk van 5 évben egyszer, ha idén nem lesz egy normális ára a léalmának, akkor ez nagyon rohamosan az ültetvények kivágásához fog vezetni. Tehát azt gondolom, ezt az összefüggést mindenki látja, és aki a szakmában benne van, annak nem is kell különösebb jó tehetséggel rendelkeznie, hogy ezt lássa. Az, hogy mégis ilyen árral vannak kint jelen pillanatban a piacon, az számomra megmagyarázhatatlan.
kommunikálunk, folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezt az árat megpróbáljuk feleptornázni a piaci realitásokhoz, de az árat végeredményben a piaci szereplők fogják képezni. A légüzemek és a termelők. Ha a termelők ennyiért is beviszik, akkor idén ennyi lesz az ára. És attól tartok, hogy ha így marad, akkor is be fogják vinni. Az idei léalma árak vonatkozásában nem a léalma 2023-as évéről beszélünk, mert ennyiért is be fogják takarítani, mert nem fognak tudni más csinálni, hanem a léalma következő 10 vagy 15 évéről beszélünk, hogyha így marad az ár, akkor már nem lesz az ipari álmának itt 10-15 éves jövőjében, biztos vagyok. Lengyelországban is ennyi a felvásárlási ár? Lengyelország az a szüret kezdete vonatkozásában egy 2 héttel mögöttünk van, de a jelenlegi árak ennél magasabban vannak, valahol a 44-46 forint vonatkozásában. De ezek ott is még nagyon kezdeti árak, és nem mérvadóak a szezonra, mint ahogy a jelenlegi 38-40 forintot sem szeretnénk szezon átlagnak vagy mérvadónak tekinteni Magyarországon sem, de a lengyelek már most egy kicsit fölöttünk vannak árakban. Na hát bízom a józanészben, és abban, hogy a felvásárlók, a feldolgozók is felismerik, hogy itt most nem akarok nagy szavakat használni, de történelmi pillanatban vagyunk, tehát ez egy közös érdek, hogy a Vármegyében, amely az almáról híres, maradjon az ültetett fényszám. Köszönöm szépen, hogy kori vendégünk volt, várjuk vissza máskor is. Ez pontosan így van, ahogy elmondta ön is. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Más témával folytatjuk, összesen mintegy 1,3 milliárd forint értékű beruházás valósul meg várhatóan az idei végéig Újfehértón. A településen 6 km kül- és belterületi útfejlesztés van folyamatban, elkezdődött a művelődési ház felújítása, valamint a csapadékvízelvezető rendszer átalakítása a Májváskerti város részen. És még idén tervezik átadni az új hűtőházat, amely a város határában épül több mint 500 millió forintból. Új utakon járhatnak Újfehértón, akik a Kürt utca, a Homok vagy a Hunyadi utca felé kanyarodnak. Ez utóbbi Újfehértó külső részén található, és a polgármester szerint az itt élők sok problémával küzdöttek az elmúlt években, mivel az utak állapota rossz volt, és a csapadékvízelvezetés is gondot okozott. A helyi kommunális adónak előírása a rendeletünk tartalmazza azt, hogy ezt útfejlesztésekre kell fordítanunk. Ez közel 50 millió forintos tételt jelent ebben az évben, és ebből az összegből 3 utcán közel 3 km hosszúságban újulhatott meg, amit köszönünk szépen az adófizetőknek. Ez egy malt-aszfaltos itatásos technológia, lényegesen olcsóbb, mint a klasszikus aszfaltburkolat, viszont lesz az időjárásnak köszönhetően ugyanolyan stabil lesz majd később, mint egy aszfaltút. Korábbi években nem volt jellemző Újfehértón az, hogy útfejlesztések történjenek. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a város minden területén, tehát nem csak a belvárosban, hanem a város valamennyi területén valósulnak meg ilyen fejlesztések, hisz minden újfehértői polgár egyenértékű, mindenkinek joga van ahhoz, hogy jó utakon járhasson. Jelenleg még 53 olyan utcája van a városnak, amelynek nincs szilárd burkolata, azon fogunk dolgozni, hogy ez a szám jelentősen csökkenjen az elkövetkező években. Hosszú József hozzátette, a kerékpárutak fejlesztése is folytatódik az idei évben. Magyarország kormányától 204 millió forint támogatást kaptunk az elmúlt évben, amelyet egy meglévő belterületi kerékpárutunknak a felújítására kellett fordítani, illetve egy új kerékpárutat is építünk a köztemetőtől a tavaly előtt átadott honvédelmi sportközpontig, ezzel is megkönnyítve a sportközpontba látogatóknak az odajutását. A Petőfi tagban vagyunk, Újfehértón egyik kültúrületi részén, ahol hamarosan a vidékfejlesztési program keretében közel 300 millió forintból egy aszfaltút fog épülni az itt lakók munkájának és életének megkönnyítésére, hisz itt még több család lakik, akiknek a városba jutása eddig nagyon nehézkes volt, hisz láthatták önök is, hogy egy nagyon rossz állapotú kültúrületi úton kellett megközelíteni az ingatlan, illetve itt nagyon sok kisebb ingatlan van, ahol mezőgazdasági termelés folyik, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, és az itt élő és itt dolgozó gazdáknak is fontos az, hogy minél jobban, minél könnyebben tudják megközelíteni az ingatlanjukat. A város művelődési házában jó ideje rendszeresek a beázások, amelyet a csapadékvízelvezetés és a tetőszigetelés korszerűsítésével idén saját forrásból mintegy 50 millió forint értékű felújítással szüntetnek meg. A művelődési központunk nagyon komoly problémával küzdött az elmúlt években, rendszeresek voltak a beázások, erre történtek kísérletek ennek a megszüntetésére, sajnos azonban ezek nem vezettek eredményre, és most már olyan szintre jutott ez az állapot, hogy saját forrásból kell, hogy megújítsuk az épületnek a szigetelési rendszerét, hisz tartatlan az az állapot, hogy egy nagyobb esőnél az egész épületben áll a víz, úgyhogy most ez történik, itt több mint 50 millió forintos saját forrásból felújítjuk az épületnek a
szigetelését, illetve a csapadék vizelvezető rendszerét. Szeptember végére legkésőbb elkészül a beruházás. Külsejében annyi, hogy a csapadék vizelvezető csöveket igyekszünk olyan színűre kialakítani, hogy ne térjen el nagyon az épület színétől, illetve a meglévő burkolatok le lesznek cserélve. De ezt a nagy közönség nem fogja látni, hisz ide nem lehet kijönni erre a részre, ahol most vagyunk. Ugyancsak a csapadékvíz jelentett gondot a város Májváskert nevű település részén. Itt már ezek a karók jelzik a készülő csapadékvízelvezető hálózat jövőbeli helyét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt miatt kénytelenek lesznek kivágni körülbelül 20 nagyra nőtt fát, de az elmúlt másfél évben közel 1000 fát ültettek. A település határán túl is zajlik egy nagyobb beruházás a Nyíregyháza felé vezető 4-es út jobb oldalán, ahol egy hűtőház fog épülni. Topos pályázati forrásból több mint 500 millió forintból egy hűtőház épül itt a város határában, amelyre az önkormányzat, illetve a városban működő mezőgazdasági vállalkozások kiszolgálására fog megvalósulni még ebben az évben, hisz a topos pályázatokat ebben az évben be kell fejezni, úgyhogy feszített tempóval dolgoznak a szakemberek, és bízunk benne, hogy évvégén még átadásra is kerül. 7 kamra lesz az épületben, ebből 4 hűtő és 3 raktározási lehetőséggel. Információim alapján már többen szeretnék kihasználni majd ezt a lehetőséget. Újfélten nagyon sokan termelnek almát, burgonyát, sárgarépát, amelyeknek a raktározására és hűtésére igazán ideális lesz ez. Illetve folyamatban vannak mezőgazdasági feldolgozó üzemeknek a ide érkezése is várható, és nekik is majd egy raktározás, illetve nyersanyag tárolására alkalmas lesz az épület. A mintegy 500 milliós pályázati támogatásból épülő hűtőházat még az idei év végén tervezik átadni. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, ahol katonai témákkal is foglalkozunk, többek között a toborzásról lesz majd szó. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!